Sziasztok, srácok! Szombaton felléptem az AVS-sel, ami az életem egyik legnagyobb élménye volt. Ez az egész úgy kezdődött, hogy április 1-jére elkészítettem a Team AVS csoport tagjaival közösen a Budapest covert, és másnap volt koncert a Debreceni Roncsbárban. A koncert után pedig beszélgettem a zenekar tagjaival, és Bence vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egyszer egy dalba beugranék gitározni. És hát persze én itt teljesen elloptam az agyamat, és röviddel ezután a koncert után jelentették be, hogy a Barba Negrában lesz ez a turnézáló koncert, és ezután írtam nekik, és mondták, hogy persze megoldható a dolog. Ezt én igazából nem is nagyon akartam elhinni, hogy ez így létrejöhet. Aztán végül is így nem is promóztam, sőt, még a barátaimnak sem nagyon mondtam. Gyakorlatilag, amikor a backstage-ben voltam, már túra beálláson, akkor készítettem egy rövid kis videót, hogy ez megtörténik, és itt vagyok, és fellépek este az AVS-sel. 2:30 körül értem a Barba Negrához, ahol rögtön találkoztam Molnár Bálinttal és Stefán Tomival, és ők mutatták az utat a backstage-be, ahol még több zenésszel találkozhattam. Ott volt például Nagy Zoltán, a Freniának a volt énekese, akivel rengeteget beszélgettem az este folyamán, és számomra az is tök meglepő volt, hogy nem csak gitárosok követik a munkásságomat, hanem ugye a zenekaroknak a többi tagja is, csak eddig ez így valahogy nem fordult meg a fejemben. Mindenkivel nagyon jót tudtam beszélgetni, és én, mint egy ilyen kis szobagitáros, oda kerültem, és gyakorlatilag a kedvenc bandáimnak a tagjai voltak ott, mindenféle formációból, és tényleg így a csapat része tudtam lenni. Az este során úgy voltam úgy, hogy Bence Kemperin fogok játszani, de végül is a Bodor Máté cuccán játszottam, és így amúgy életemben először játszottam fülmonitorral, meg vezeték nélküli rendszerrel, meg hát ilyen körülmények között, ilyen nagy színpadon, ennyi ember előtt, és hát ráadásul ilyen zenésztársakkal egyszerűen egy álom vált valóra. Nagyon különleges volt látni egy ilyen szemszögből azt, hogy hogyan áll össze egy ilyen magas szintű produkció. Nagyon izgultam a színpadra lépés előtt, és amikor Bence elkezdte a felkonferálást, akkor a fülmonitoromban nem is hallottam amúgy, hogy mit mond. Ezzel lehet, hogy egy kicsit hamar is kijöttem, de hát annyi baj legyen. És ahogy elkezdődött a szám, egy teljesen másik világba kerültem, és tényleg egyszerűen így ilyet még soha nem éltem át. Ahogy játszottam a dalt, és körülnéztem a színpadon, és ott voltak velem a srácok, és velük együtt játszhattam ezt a számot, ez tényleg leírhatatlan érzés. Annyira jó volt minden egyes ilyen elcsípett pillantás, vagy összekacsintás, hogy még most sem tudom igazán feldolgozni ezt az élményt. Egyrészt nagyon szívmelengető érzés volt az, ahogy a közönség együtt énekli a dalt, másrészt pedig az is, hogy azokkal a srácokkal állhattam egy színpadon, akiket milyen régóta szeretek és tisztelek. Ez a pár perc, ez hihetetlen hamar eltelt, viszont minden pillanata felejthetetlen maradt számomra. Kicsit persze keserédes érzések kavarognak bennem, hiszen Őrsnek az emlékkoncertje volt, és vele amúgy szinte napra pontosan 5 évvel ezelőtt léptem fel a Roncsbárban egy rocksuli koncerten, és a többi rocksulis diákkal együtt ő volt az, aki énekelte a hajnali járatot, és abban a dalban én basszusgitározhattam.
Most viszont ugye a zenekar többi tagjával együtt már nélküle adtam elő ezt a számot. Miután lement a Budapest, utána a koncertet oldalról néztem végig a többi fellépővel együtt. Készült néhány nagyon jó fotó és videó a kis fellépésemről, és ezúton is köszönöm a fotósoknak, hogy megörökítették ezeket a pillanatokat. Nagyon köszönöm nektek, hogy ott voltatok, és hogy ilyen sokan odajöttetek gratulálni az este folyamán. Nagyon köszönöm a crew tagjainak a kölcsön fülmonitort, Bodor Mátinak a kölcsön gitárfelszerelést, és a zenekar összes tagjának nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, és ez tényleg egy örök emlék maradt számomra. Most pedig itt a videó végére bevágom az egyik koncertfelvételt, hogy annak, aki nem volt ott, az is megnézhesse. Következő dalban két számunkra nagyon kedves emlék is lesz. Az egyiknek lesz a nagy meglepetés, ő Nagy Zoli, aki már is megnettek. Ez a hangja. A másik a Pathfinder Records, utaláljátok meg, és neki pedig a harmadik legszebb a szemem. Úgyhogy előadunk egy dalt, aminek az a cím, hogy Budapest. Ez különösen olyan dal, hogy azt szeretném látni, hogy megmozdultok. Lehet erről szó? Ez lepkefüggöl. Lehet arról szó, hogy megmozdultok?
Ugye?